Az FKF Nonprofit ZRT a törvényi szabályozásnak megfelelően évente egyszer kerületenként eltérő időszakokban díjmentesen elszállítja az ingatlanoktól a háztartásokban keletkező nagy darabos hulladékokat. Rákos mentén a lomtalanítás idén október 9-én vette kezdetét. Ebből kifolyólag október 14-én eligazítást szerveztek a 17. kerületi rendőrkapitányságon. Az eseményen valamennyi felügyeleti szerv képviseltette magát. Az eddigi tapasztalatokról és gyanús esetekről Horváth Lajos kapitányság vezető mellett Olár Csaba, a Rákosmenti mezei őrszolgálat vezetője egyaránt beszámolt. Mint elmondta, a mezőőrök részéről kiemelt figyelem irányul ilyenkor a külterületekre. A tájékoztató jelen volt Horváth Tamás polgármester is, aki rámutatott. Az elmúlt évekhez képest 2022-ben kevesebb szemét került az utcára a lomtalanítás során. Nagyjából felénél vagyunk a lomtalanításnak időben. Még a jövő hét csütörtök az utolsó időpont, szállítási időpont, tehát addig kell, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen nagyon sok lom került ki szintén az utcákra, nagyon sok a lomizó is, a megjelent lomizó, bár a rendőrség elmondása szerint az a tapasztalat, hogy kevesebben vannak az idén, mint a tavalyi évben, de hát mindig adódik feladatuk, úgyhogy idén is volt jó pár intézkedésük. A városvezető kiemelte, a rendőrség ilyenkor még gyakrabban járőrözik az érintett területeken, ugyanis felmerülnek olyan esetek, hogy bizonyos személyek megpróbálnak bejutni a kertekbe, pincékbe a hasznos hulladékok megszerzése érdekében. Mindenkit kérek, hogy figyeljenek oda a kikészített lomoknál, és ne engedjenek be senkit a lakásokba vagy a kertekbe, hiszen most is volt olyan eset, amikor bementek udvarra, és próbáltak elvinni olyan dolgokat, amiket a tulajdonos nem is szeretett volna kirakni. Úgyhogy mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy figyeljünk oda, és arra is figyeljünk oda, hogy csak a kikészítés napján helyezzük ki a lomokat, és kérünk szépen mindenkit, hogy a saját ingatlan elé tegye, ne pedig közterületekre helyezzék el lomokat, mert sajnos most is vannak, akik ezt nem tartják be. Horváth Tamás kitért rá, amennyiben valaki azt tapasztalja, hogy a lomtalanítás során az ingatlan előtt lévő nagy darabos hulladék nem kerül elszárításra, jelezze a helyhatóságnak, illetve a kijelölt határidőn túl, azaz október 20-a után már senki ne helyezzen ki lomokat a közterületekre. A még sorra nem került helyszínekről Rákosmenten önkormányzatának honlapján lehet bővebben tájékozódni.